Kísérletnek indult, hagyomány lett belőle. 2012-ben advent első vasárnapjának éjszakáján kezdődött, és másnap az esti órákban ért véget az a nagy székesfehérvári és országos érdeklődéssel kísért esemény, amelyen a város polgárai és családjaik 10 perces váltásban olvasták fel a színház nagy színpadán az új szövetség szövegét. Ez egy személyes megnyilvánulási forma, aminek elsősorban spirituális indítatása van, és bár a színház adja hozzá a hajlékot, de a felolvasók azok civil emberek. Annak a közösségnek a tagjai, amit úgy hívnak, hogy Székesfehérvár. A közösség színházában a színpad nem csak a színészeké, a színpad a szóé, a gondolaté, a szellemé és mindazoké, akik ezt megszólaltatják. Ez inspirálta a színházat, hogy megszólítsa a város lakóit, hogy advent előtt olvassuk együtt a Bibliát. Merüljünk el tanításában, és osszuk meg egymással az új szövetség együtt olvasásának élményét. Hangzott el az első találkozón, ami máig erősíti a jelentkezőket. Hangozzék el az evangélium tartalma, ami Jézus élete és tanítása, de Jézus életének bizonyos epizódjai csak egyszer, hogy aztán most az Mátéból, Márkból vagy Lukásból vesszük, azt az atyák ránk bízták. És így kialakult a idestóval most már harmadik éve felolvasandó kompiláció. A tavaly elmaradt új szövetség maratont idén megtartja a színház, a 4 evangéliumból gondosan összeválogatott szövegrészek olvasásával Jézus életét idézhetik meg a jelentkezők advent első vasárnapján november 27-én a nagy színpadon 15 és 19 óra között. A színpadon a felolvasások között a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai lépnek fel.